Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Mobilizből. Engem Molnár Milánnak hívnak. Molnár Anna Abigail segítő ebben a kísérletben, és elsősorban a kilencedikesekhez fordulunk most, de szerintem egy olyan dologról fogunk beszélni, ami mindenki számára érdekes lehet, úgyhogy mindenkit invitálok, hogy nézze végig ezt a kis videót. A témánk a forgó Tehát alapvetően fizika tanulmányokat igyekszünk egy picit segíteni, és a forgómozgással kapcsolatban merül föl egy érdekes gondolat. Az a kérdés, hogy Ugye a mozgások megváltoztatásához mindig valamilyen erőhatásra van szükség. Ezt a nyúton törvényekből már megtanulta mindenki. Viszont az egyenes vonalú mozgásokkal szemben a forgó mozgásoknak különlegességei vannak. Ezzel kapcsolatban már beszélgettünk egy másik videónkban azzal, arról, hogy a tehetetlensége egy tájnak a, a forgás felgyorsításával szemben az nem csak a tömegtől függ, hanem valami mástól is. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy, hogy amikor akarom gyorsítani ezt a forgást, akkor milyen. Hatásokat kell kifejtenem. Elegendő-e pusztán az erő, vagy itt is van egy kis bonyolodalom ezzel kapcsolatban. Nézzük meg, ugye azt megbeszéltük, hogy a forgatással szembeni ellenállása függ, függött az alaktól, a, a tömegének az eloszlásától. Most nézzük meg, hogy a, az a hatás, ami a, forgatá, a forgást megváltoztatja, az hogyan alakul ö, különböző ö, tulajdonságban. Azt fogjuk most megnézni, hogy én leszek a forgórendszer, erre a székre fogok fölhasalni, és abigért megkérem arra, hogy engem ö, forgasson meg. Nagyjából az a kérés, hogy minden, minden esetben körülbelül ugyanolyan ö, sebességgel, ugyanolyan ö, mértékben próbálj meg engem felgyorsítani, jó? Először is a bokámnál kellene majd engem gyorsítani, jó? Én most ide szépen fölhasalok, és akkor a bokámnál fogva kérlek, kezdj el engem forgatni. Ez az. Éjjelz meg, hogy körülbelül mennyire volt nehéz ezt, ezt megtenni. Jó. És akkor most... A következőt fogjuk tenni. Ugyanezt a mozgást fogjuk megismételni, csak abigét most arra kérem, hogy ne ott kint a bokámnál próbáljam meggyorsítani, gyorsítani, hanem itt egészen bent a tengelyhez közel mondjuk a könyökömnél fogva. És összehasonlítjuk, hogy a, és megint kb. ugyanannyira gyorsíts fel, hogy azonos gyorsulást két különböző helyen megtem az erővel, mikor volt nagyobb erőre szükség. Ugyanahoz a gyorsuláshoz. Na nézzük meg. Most akkor itt benne a könyökömnél próbáld meg. Mehet jó, és vigyázz, hogy ne megrúgjalak majd a végén. Ez az. Oké. Okay. Na kérem szépen. Akkor jere, és akkor most mondd el nekünk, melyik esetben kellett nagyobb erőt kifejtened ahhoz, hogy, hogy felgyorsíts engem. Először, vagy másodszor kellett nagyobb erő ahhoz, hogy felgyorsíts? Most. Most itt másodszor, amikor a könnyökömnél gyorsítottál? Igen. Nagyon jó. Én is, én is erre számítottam. Köszönöm szépen, nagyon ügyes voltál. Ugyanis ebben az esetben, az a hely, ahol ő megtámasztott engem, ahol az erőt kifejtette, az sokkal közelebb volt a forgástengelyhez. Ugye itt a forgástengely középen, az én könyököm az valahol itt egész közel volt hozzá, a bokám az ugye több, több mint egy méterrel arrébb. Tehát érdekes módon ugyanakkor a gyorsulás eléréséhez nagyobb erőre volt szüksége akkor, amikor itt belül ö, fejtette ki ezt az erőt. Hát miért van ez? Nyilván nem változott az én tömegem, sőt a tehetetlenségi nyomatékom sem változott, a, attól függően, hogy hol, hol támasztott engem meg. Ezek szerint a gyorsítással szemben valami másfajta ö, hatást fejt ki, nem elegendő az erő, hanem az is fontos, hogy hol, ha fejti ki ezt a hatást. És ez a kettő együtt az erő és az erő kar, az a bizonyos távolság, a forgástengelytől való távolság, ez a kettő együtt határoz meg egy olyan mennyiséget, amelyik valójában a forgó mozgás megváltoztatásáért felelős. Ezt úgy hívják, hogy forgató nyomaték, ami tehát az erőnek, és a, tehát a kifejtett erőnek, és annak a támadási pontnak a távolság, és az erőkarnak a szózataként határozható meg. Ugyanakkor -e forgatónyomatékot fejtett ki mindkét esetben, hiszen az elért gyorsulás ugyanakkora volt, és az én tehetetlenségi nyomatékom is ugyanakkora volt, de ennek a forgatónyomatéknak a kifejtéséhez itt bent közel nagyobb erőre volt szüksége, mert kisebb volt az erőkar. Hát így alakul ki a forgatónyomaték, ezt a fogalmat talán ez alapján lehet egyszerűen megérteni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, innen a mobiliz, engem allán milánnak hívnak. És most a forgómozgásokkal foglalkozunk, ami talán elsősorban a 9. Es tananyag második félévéhez kötődik, de remélhetőleg mindenki másnak is érdekes lesz, hogy marasztalok mindenkit a képernyők előtt. A témák tehát a forgómozgás azon belül is az a jelenség, amelyik a igazából párja lehet az egyenes vonal mozgások esetében a lendületnek. Ugye, ott megbeszéltük, hogy a lendületről tudva levő, hogy egy. Zárt rendszernek a lendülete az nem változik meg akkor, hogyha kívülről semmilyen külső erő nem hat rá. Ez nagyon fontos. Tehát a lendület egy állandó mennyiség, ha nem hatunk egy rendszerre külső erővel, a lendület nem változik meg. A forgómozgások esetében a lendület párja a perdület. Erről egy másik videónkat már forgattunk hogy a perdület is hogyan ö, alakul. Szóval nagyon fontos, hogy itt is megértsük, hogy egy zárt rendszerre, ha nem hatnak külső erők, akkor a lendülete nem változhat meg. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet ö, me megmutatni egyszerű kísérlettel. Itt most van nekem a kezemben egy biciklikerék, aminek a biciklikeréknek van mindkét oldalán ilyen fogantyús ö, szára. Ez a biciklikerék lesz egy forgatható rendszer, és én magam is egy forgó széken ülök. Na most, azt fogom csinálni, hogy én fölveszem a lábamat erre a székre egy egyben, hogy semmilyen, hogy minél kevesebb fékező hatásra legyen az én ö, forgásom. ide egyszerűen fölveszem magam alá a lábamat, és úgy helyezkedem, hogy a lehető leginkább a szék tengelyében üljek. Jelen pillanatban nagyon könnyű megmondani, hogy a, ennek a rendszernek, ami áll a biciklikerékből, a fizikatanárból, meg a hozzátartozó székből, ennek a perdülete jelen pillanatban nulla. Ez egyértelmű, hiszen nem forogok sem én, sem a kezemben a kerék, ez a, a, ez a perdület nulla. Mi történik akkor, hogyha semmilyen külső erő nem hat rám, hiszen én magam elkezdem ezt a kereket megforgatni? Az látszik, hogy nem csak, hogy a kerék kezd elfordulni, hanem én is elfordultam néhány fokot. De mi van akkor, hogyha ezt a kereket átfordítom a másik irányba. Az történik, hogy én is elfordulok, visszafordítom a kereket, én is elfordulok. Hiszen a kezemben lévő kerék forog, na de kezdetben az egész rendszernek a perdülete nulla volt. Tehát nyilvánvalóan nullának is kell maradnia. Amilyen perdülettel megindul a kerék az egyik irányba, nekem a székkel ugyanakkor a perdülettel kell elindulnom a másik irányba. Nézzük meg, hogy tényleg, tényleg a másik irányba indulok el. Én a kereket így, ebbe az irányba, így kezdem el forgatni. Tehát akkor nekem értelemszerűen ebbe az irányba kell elindulnom. Nézzük meg, hogy tényleg így van-e. Eh? Azt hiszem, hogy most még jobban sikerült, mint az előbb. És amikor megforgatom a kerék forgás irányát, az én forgás irányom is megváltozik. A közös lendület, perdületünk tehát végig nulla. Ez a lényeg. És aztán persze hiába hat ránk a súrlódás kívülről, hiszen igazából a mi közös perdületünket ezt nem befolyásolja végig nulla. Hiszen a kezdetben, amíg semmilyen külső erő nem hatott ránk, addig a mi perdületünk nem változott. Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak, és forgó mozgásokkal foglalkozunk, ezért elsősorban talán a 9. osztályosok második fél évében tanult fizika igyekszünk egy picit kapcsolódni. A témánk az a mennyiség, amelyik egyenes vonalú mozgásokkal analóg mennyisége a forgó mozgásoknak, ez a perdület. Ugye egyenes vonalú mozgások esetében lendületnek nevezzük, az ott a tömegének, és a mozgó test tömegének és sebességének szavazataként határozzuk meg. Itt most a forgó ugye ez egy olyan tárgy tud forgó mozgást végezni, aminek kiterjedése van, és így elképzelhető egy olyan tengely, ami körül ő forgó végez. Ugye a egyenes vonalú mozgásokat mindig kifejezetten pontszerűnek tekintett tárgyak esetében vizsgáltuk. Nézzük meg ennek egy furcsa tulajdonságát, ennek a bizonyos perdületnek. Ugye arról már más videóinkban beszélgettünk, hogy a perdület, akárcsak a lendület, szeretné mindig megtartani, szeret megmaradni. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy alapvető megmaradási mennyiség. Ha nem hatunk valamilyen külső erővel rá, akkor a perdület is, akárcsak a lendület, megmarad. Nem tud magától csak úgy elveszni. A nagyságát tekintve, ezt már megvizsgáltuk más kísérleteinkben, most azzal fogunk foglalkozni, hogy a perdület egy irányított mennyiség, egy vektor mennyiség, és a nagyságát is igyekszik megtartani a, egy kísérletünk során. Nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk bemutatni. Ez az eszköz egy biciklikerék, amelyiket itt ezzel a madzaggal talán, hát úgy látszik talán jobban, hogyha berakom ide. ide. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen madzaggal fel tudom függeszteni egyik oldala mentén. Na most ha én ezt, látjuk, hogyha ezt én csak simán így megbillentem, akkor e körül a pont körül ez egy forgó mozgást tud végezni, ha itt elengedem, akkor lebillen. Ugye ez teljesen egyértelmű, hiszen a, ilyenkor azt, azt történik, hogy a föld gravitációs ereje erőt fejt ki erre a mereftestre, és e körül a, a kezemnél lévő tengely körül, ez egy forgó mozgást végez. Ugye? Itt van tehát a forgás tengely, a kezemtől a kamera irányába mutató tengely mentén. Úgy lehet ezt szépen a forgó ö, rendszereknél elmondani, hogy a, erre a tárgyra a föld gravitációs ereje egy forgató nyomatékot fejt ki. Na most, hogy ez a forgató nyomatékot pedig úgy kell elképzelnünk, hogy ez valójában nem más, mint a forgás tengely irányába mutató hatás. Oké? Okay. Tehát az nagyon fontos, hogy erre a tárgyra hat függőlegesen lefelé egy gravitációs erő, ezért e körül a tengely körül, ahol én itt fogom, e körül a tengely körül, így hosszába, kezd el ez egy forgó mozgást végezni. A forgatónyomaték, amit a Föld kifejt, ebbe az irányba kifele mutat. Így. A forgal a tengely irányába. Az a forgató nyomaték. Most így. Ebbe az irányba mutat. Ezt fontos megértenünk az elején, ugyanis most azt vizsgáljuk, hogy ez a forgatónyomaték, ami tehát a forgás tengelyben kifele mutat, ez hogyan befolyásolhatja azt, hogyha ennek a keréknek perdülete van. A perdület szintén a forgás irányában kifele mutat, vagyis ha ezt én megforgatom ezt a kereket, akkor itt a tengely irányában fog kifele mutatni a perdület. Észrevehetjük, hogy ez a, ez a perdületnek az iránya, ez pont merőleges, az esetlegesen a Föld által kifejtett forgatónyomaték irányára. Ha ezt a két irányt egymással geometriailag összegezzük, akkor egy visszintes irányú ö, komponens keletkezik. Nézzük meg, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet elképzelni. Ezt itt így ö, jól meghajtom, majd felfüggesztem. És az látható, hogy bizony, és hogyha megemelem, akkor az ellenkező irányba indul. Tehát, amikor a Föld által kifejtett erőnek a forgatónyomatéka érvényesül, akkor egyik irányba forog, ha az én kezem által kifejtett forgatónyomaték érvényesül, akkor a másik irányba. Tehát, nagyon fontos, értelmezzük ezt a jelenséget. A forgatónyomaték, amit a külső erő kifejtett, hiszen ugye a Föld gravitációja ebben a rendszerben egy külső erő, Merőleges volt, pontosan merőleges volt a, perdületünknek a, a perdületünkre. Vagyis a nagyságát nem tudta befolyásolni. Nem volt olyan komponense, ami a, ami a perdületünk irányába mutatott. Viszont az irányára pont merőleges, ezért az irányát meg tudta változtatni. Ezért folyamatosan elkezdett forogni, ami... Perdületünknek a vektora, perdület vektorunk elkezdett forogni, hiszen a ráható forgatónyomaték az ő irányát folyamatosan változtatta. Ezt láttuk itt. Egy bizonyos szögsebességgel elkezdett körkörös mozgást végezni, ezt a mozgást egyébként precessziónak nevezzük a, a szak, szaknyelvben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a rendszer arra is törekszik, hogy megtartsa a lendületét a lendületnek az irányát is igyekszünk megtartani, de ha van egy külső hatás, akkor annak hatására bizony ilyen, ilyen előfordulhat. Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most a kénnel kapcsolatos kísérletek következnek. Szeretném, hogyha Megismernénk a kénnek a fizikai és a kémiai tulajdonságait. Nézzük meg, hogy milyen ö, molekulákat alkot maga a kén. Ö, a kén az, ugye az oxigén csoportnak a tagja, ez azt jelenti, hogy a hatodik fő csoportban található, tehát az oxigén alatt. Ö, abban hasonlít az oxigénhez, hogy ugyanannyi külső elektronja van, tehát hat ö, külső elektronja, és ennek ö, segítségével, hogy az ábrán is látszik, a bal felső, Ábrán kettő kovalens kötést tud kialakítani a szomszédos kénatomokkal. Ezen kívül két nem kötő elektronpárja is van, és így egy ilyen 8 koszorút alkot, egy darab kénmolekula. Ezt egyébként az egyenletekben nem szoktuk feltüntetni. Ugye S8-as formát az csak a molekula jellemzésekor szoktuk használni. Az egyenletekben csak egyszerűen egy darab est szoktunk írni. Ez a nyolcas koszorú persze egy molekulára vonatkozik. Amikor sok-sok ilyen koszorú összekapcsolódik, akkor közöttük ugye nagyon gyenge diszperziós kötés alakul ki, és így kapjuk meg a kénnek a rácsát. Na most ebből a kémből töltök ebbe a kémcsőbe körülbelül a harmadáig, És azt fogjuk megnézni, hogy hogyan változik meg a kénnek a fizikai tulajdonságai akkor, hogyha különböző hőmérsékletre melegítjük. Jó, most nézzük meg, hogy milyen rácsot alkot a kén akkor, amikor például ebben a kémcsőben helyezkedik el, most ugye szobahőmérsékleten vagyunk, körülbelül 25 Celsius fok van, ilyenkor a kének a ebbe a 8-as koszorú alakú molekulák szépen szorosan egymás mellett találhatóak. Nagyon sok ö, található egymás mellett, és közöttük, tehát a koszorú között gyenge diszperziós kölcsönhatás van. Ha elkezdjük melegíteni a ként, akkor a részecskék egyre gyorsabban kezdenek el mozogni. Az egyre ö, hevesebb mozgás eredményeként majd ki fognak szakadni ebből a rácsból. De előtte még ugye az előzőnél tartunk, tehát még, ugyane, még az első, amikor még a nyolc ö, askoszorúk egymás mellett helyezkednek el. Nézzék meg, hogy ezek a változások, amit itt most ezt a négy állomást láttunk, ezek hogy jelennek meg a szabad szemmel látható fizikai tulajdonságokban. A kémcsövet melegíteni fogjuk borszeszégő lángján, és megnézzük, hogy ezek a változások mikor következnek be. Majd, amikor elérkezünk az utolsó, tehát a negyedik fázisig, akkor egy pohár hideg vízbe fogom bele, önteni ezt a ként. Na nézzük tehát, elkezdem melegíteni a kémcsőbe lévő ként. Most még ö, szinte szóba hőmérsékletű, nem látunk különösebb változást. Amint eléri az olvadáspontját, kiszakadnak a rácsból, tehát most vagyunk a második tehát kiszakadtak a rácsból, és egy ilyen folyékony citromsárga színű anya keletkezett ebben a kémcsőben. Ha tovább melegítem, akkor jóval sötétebb színű, ilyen barnás folyadék keletkezik. Jó, most szeretném, ha egyenletes legyen, úgyhogy az egész ként megolvasztjuk itt a kémcsőben. Tehát ez a hígan folyó oldat azt mutatja nekünk, hogy bizony ez megolvadt. Kiszakadtak a kristályrácsból. Ha tovább melegítem, akkor, ha megfigyeljük, akkor a harmadik ábrán már azt láthatjuk, hogy ezek a nyolcas alakú koszorúk kinyílnak. Na most, ha kinyílik ez a nyolcas alakú koszorú, akkor ezek össze tudnak gabajodni, ezek a hosszú ilyen kukac alakú részecskék. Nézzük meg, hogy ennek a fizikai tulajdonságában milyen szabad szemmel is látható, változást hoz. Gyakorlatilag azt, hogy most már ilyen sűrűn folyó, tehát előbb láthattuk, hogy ki szinte ki tudtam volna önteni, most meg csak ö, ilyen lassan folyik lefelé. Ez azért van, mert most kinyírtak, és ezek összegabajodtak egymással, tehát én most pont kitakarom, de azok a hosszú nyolc szénatomból álló, vagy kénatomból álló molekula kukacok azok összeg a bajodnak, és ezek nagy viszkozitást okoznak, ilyen sűrűn folyó, mint a méz, olyan lett ez a kén. Ha még tovább melegítem, még több belső energia, még nagyobb lesz a belső energiája a kénnek, akkor már olyan gyorsan mozognak ezek a részecskék, most azért ideálok, akkor lehet látni, hogy a negyedik állapotban már elkezd földarabolódni ez a hosszú kén molekula, és ez azt eredményezi, mindjárt megnézzük, hogy mit eredményez ugye ez a gyakorlatban. Ez még tovább kell ugye melegítenünk. Ugye gyakorlatilag ismét folyékonyá válik, tehát most már ismét tudom önteni, és ez már ugye, az utolsó fázisnak tekinthető, tehát most már, ha kellő hőmérsékletre fölmelegedett, akkor bele fogom önteni ebbe a szoba hőmérsékletű vízbe. Jó, tehát még akkor ez egy kicsit melegítjük. És gyakorlatilag, amikor beleöntöm, akkor megszilárdul, megfagy, ugye mondhatni megfagy, ugye ez nem karamel, pedig nagyon hasonlít rá, hanem ez bizony újra a kén, ami gyakorlatilag ez a fölmelegített, forró folyékony kén, érintkezve a szobahőmérsékletű vízzel megfagy, és először ilyen, barnás, aranybarna színű ö, anyagot, kristályokat alkot, míg ha már sokat várunk, akkor pedig visszaalakul rombos kénné a kiindulási állapotba. Egyébként az előbb ugye tévesen mondtam, tehát nem alkot kristályokat, hiszen ez a kén, ezt meg is lehet egyébként fogni szabad kézzel is, hiszen egyáltalán nem mérgező anyagról van szó, ez egyébként egy amorf kén, tehát ilyen gumiszerű anyag. Gyakorlatilag itt nem, nem olyan szépen helyezkednek el a kénrészecskék, mint ott a legelső fázisban, hanem össze-vissza. Tehát nem volt ideje, azoknak a teljesen szétaprózódott részecskéknek újra fölépíteni ezeket a szép koszorúkat, és aztán úgy összekapcsolódni, hanem éppen ahogy sikerült. De és ezt ö, gyakorlatilag ö, szabad szemmel is, meg hát kézzel fogható a különbség, tehát ilyen gumiszerű anyag keletkezett. Természetesen, ha én ezt napokig, egy vagy két napig itt hagyom, akkor visszaalakul, az eredeti állapotban, hiszen szoba hőmérsékleten ez az állapot a stabilis. A kén tehát ezeken a halmazállapotokon megy keresztül, és nagyon szépen látszik minden egyes fázis a szabad szemmel is. A ként ezen kívül persze nagyon sok célra felhasználják, nagy részét egyébként kénsavgyártásra használják, ami szintén egyébként egy alapanyag, hiszen gyógyszergyárakban használatos a kénsav, illetve nagyon sok vegyipari terméknek a kiindulásai anyaga. Éppen emiatt egy országnak a vegyiparát azzal lehet jellemezni, hogy hány, évi hány tonna kénsav fogy. Ez annyira alapvető a kémiai iparban. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor legközelebb a kén kémiai tulajdonságaival folytatjuk, sziasztok! Sziasztok! Máté vagyok, ez a Diák labor. Most a kén vegyületeivel fogunk foglalkozni ebben a videóban. Megnézzük, hogy a legismertebb vegyülete. Az milyen kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. A kén a hatodik főcsoportnak az eleme, az oxigén csoportba tartozik. Ö, tehát hasonló kémiai tulajdonságai vannak, mint az oxigénnek egy bizonyos részről. Az egyik ilyen például, hogy a legtöbb elemmel vegyületet alkot, szinte mindegyikkel reagál, már elemi állapotban is. Na most az, az ezek közül a reakciók közül az oxigénnel való reakciót fogjuk megnézni. Így gyakorlatilag elégetjük a ként. A kén, és így kén-dioxid gáz keletkezik majd, ennek is megnézzük majd a tulajdonságait. Először is egy égetőkanalat fogunk használni, ebbe töltök egy kevés ként. Körülbelül félig meg. Töltjük. Majd pedig borszeszégő lángján elkezdjük megolvasztani. Úgy, mint egy másik videóban, ezt tessék megnézni mindenkinek, tehát ott csak a kének a halmazállapot változásait figyeltük meg. Most viszont nem melegíteni fogjuk, hanem meg is gyújtjuk, vagy nem csak melegítjük, hanem meg is gyújtjuk. Amikor ugye, melegítettük a ként, akkor először megolvad, ez most is így történik, de mivel most azért közvetlen, hogy a lánggal is érintkezik, jóval magasabb hőmérsékletre kerül, és meg is gyullad. Már megolvad, már ilyen barna színű, és már érezni is lehet egyébként a dioxidnak a nem túl kellemes szagát, Beleteszem ebbe a lobbikba, és a benne lévő levegőt kiszorítjuk kén-dioxiddal. Így elérjük, hogy gyakorlatilag csak kén-dioxid legyen ebben az edényben. Ezt az eljárást egyébként régebben boros hordok fertőtlenítésére használták, ugye így is nevezték röviden, hogy a hordok kénezése. Ezt azért tették, mert a kén-dioxid Ö, csirátlanító hatású, fertőtlenítő és fehérítő hatású. Ezt egy festékoldattal fogjuk megnézni. Itt van egy piros festékoldatunk. Nagyon keveset töltök bele. Lehet, hogy szegény égőként. De gyakorlatilag ö, azt látjuk, hogy a piros színű oldat még ugye ott van, majd a kén ugye elegyedve, ez a piros szín, vagy hogyan változik meg. Előtte nézzük meg, hogy amíg ez a reakció végbe megy, hogy az égetés során pontosan milyen anyag keletkezett, és ennek mi a kémiai reakciója. Ugye ként égettünk, elemi ként, és a levegő oxigénjével egyesült. Így gyakorlatilag kén-dioxid keletkezett, ez ugye a világ legegyszerűbb kémiai egyenlete, tehát Ö, azért picit bonyolultabb egyébként a, a valóság, azért ide raktam a kén-dioxidnak a szerkezeti képletét is. A kén ö, gyakorlatilag, úgy, mivel a hatodik főcsoport eleme, hat külső elektronnal rendelkezik. Itt ugye kettő párosítatlan elektron van, és, a, és kötő elektronokból pedig, tehát amik majd részt vesznek a kötésbe, abból pedig négy, egy, 2, 3 és 4, és akkor így van, meg összesen a 6 elektron. Ugye a kettő párosítatlan elektron miatt ilyen V-alakú lesz majd a kialakult molekula, hiszen a nem kettő elektronpárok ugye taszítják egymást, mindegyik negatív töltésű, de lehetőleg távolabb akarnak elhelyezkedni egymástól, így ez lesz egy kedvezményezett forma számára, a molekula számára. A kén-dioxid egyébként egy színtelen és nagyon szúrós szagú gáz, ugye ez nem nagyon érezhető a videón. És hát nézzük meg ezt a fehérítő csírátlanító hatását. Még azért látszik benne ez a piros szín. Kicsit összerázom. Gyakorlatilag ugye a kénes vagy a boros hordókban égették el a kénlapot, és gyakorlatilag a képződő kén-dioxid azt. Egyébként ez a kis köd, ami itt keletkezett, ez is a kén utal, a jelenlétére. Jó. Most már egyébként lehet látni, hogy valóban elhalványult ez a vörös szín, tehát a, a kén dioxid, ugye először nyilván fokozatosan reagál, elhalványította ezt a piros színű folyadékot. Hát szépen lassan egyébként körülbelül egy olyan 10 percig tart, mire teljesen elszinteníti, de már ugye mindenképpen megindult, tehát az eleje már, már ugye látszik. És gyakorlatilag ez a kén-dioxidnak az egyik legfontosabb felhasználása. Sajnos előfordul a környezetben is. Ugye a savas esők egyik ö, alkotó része, ez ugye az üzemanyagokban előforduló kéntartalom elégetéséből származik, Ezt, illetve a fekete kőszén, tehát a, amiket kibányásznak szenek, azok is tartalmaznak kén vegyületeket, ezek elégetve kén-dioxiddá égnek el és hát így nagyon sok kén-dioxid kerül a levegőbe. Ezt egyébként úgy előzik meg, hogy szabályozzák az üzemanyagoknak a kéntartalmát. Ma már egyébként nem is kibányásszák a ként, hanem a legnagyobb részt az üzemanyagokból, illetve a kőolajból, kinyert kéntartalomból állítják elő legnagyobb részt. Ez két okból is jó, nem kell ugye kibányászni a ként. Tehát kénforráshoz jutnak másrészt, kéndioxid formájában nem jut a levegőbe, így a ö, savas esők ö, is kevésbé okoznak problémát. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!